Nagyon sokan még mai napig is klímaszkeptikusak, és azt mondják, hogy nincs 100%-os bizonyítékerejű elmélet, vagy gyakorlati megfigyelés a tudomány mögött, hogy kell-e 100%-nak lennie. Vagy elegendő az, hogy van egy jó valószínűség, amit egy elég erős tudományos konszenzus alátámaszt arra, hogy lépéseket kéne megfogalmazni arra, hogy itt társaságok, államok, az emberek a hétköznapjaiban tegyenek ennek a klímakatasztrófának az elkerülésének az érdekébe. Az önkormányzatiság, meg az a kisebb szinten való probléma megoldás, annak van jövője, mert gazdaság a környezeti szempontból kevésbé megterhelő, de teli vagyunk olyan problémákkal, ami nem megy ilyen szinten. Szóval nem fogja tudni megoldani egy gyöngyös patafar, vagy a klímát nem fogja tudni megoldani, de egy olyan világban, ahol túl vagyunk egy pár évnyi Covid-on, és egyébként amiatt nem tudott mondjuk gazdaságilag meg egészségesen működni az autóipar, mert nem működtek a beszállítói láncok, és mondjuk kétszer annyi ideig, míg a Covid tartott, a hirtelen megint nem abba az irányba viszi a gazdasági szereplőket, meg minket se, hogy akkor globálisan együtt tudjuk működni. Spotlight on Business. Reflektorfényben napjaink üzleti kihívásai. Ugye alapvetően azt beszéltük, hogy ezek a megatrendek igazából mindenki számára érvényesek. Tehát mondtuk azt hiszem, hogy 1 és 99 év között, hogy a legóra is van írva, de természetesen a 100 évnél idősebb hallgatókat is szeretettel várjuk és látjuk ebben a podcastban. Talán a fiatalok számára azzal tudunk üzeneteket megfogalmazni, hogy ha figyelik ők is ezeket a megatrendeket, akkor talán tudnak ők is egy részéért tenni, egy részéért pedig úgy karriert választani, tanulmányutakat megválasztani, hogy ezeknek a hatásaival is számolnak. Reméljük azért a cégvezetőknek is meg tudunk fogalmazni néhány olyan gondolatot, amiket az üzletmenetbe, a stratégiaalkotás során figyelembe tudnak venni. Ki akar egészíteni a Lácit, hogy nem mondja el mindent? Ja, de azt is lehet, hogy elmondhat mindent, és akkor a végén nem tudok hozzátenni semmit. És hát nyilván, akik meg már a nyugdíjas éveiket töltik, szerintem számukra is meg tudunk világítani néhány olyan izgalmas szempontot, amit jelenleg látunk a világban. Igen, valójában az egész ötlet az azért is tetszik nekem nagyon, mert van ez a, folyton arról beszélünk, hogy minden mennyire bizonytalan, meg vuka, meg kétértelmű, meg nem tudjuk merre megy a világ, de közben, és akkor ezáltal egy hajlamosak vagyunk így elfeledkezni arról, amiről viszont tudjuk, hogy merre megy, és amiért igazán felelősségteljesen lehetne néhány döntést meghozni, még akkor is, ha nem pontosan tudjuk, hogy milyen formában csap majd le ránk a következménye az adott folyamatnak. És ezért gondoltuk azt, hogy csinálunk egy olyan sorozatot, ma bevezetjük ezt, ahol minden megatrendnek lesz egy külön epizódja, és be fogjuk mutatni azt, hogy mi az, ami már most látszik, és hogyha extrapolálunk néhány függvényt, akkor mit lehet már most megjósolni az adott dologgal kapcsolatban, mit gondol erről a PwC, hogyan látják ezt a hazai vagy világszinten a vállalatvezetők, és meg fogjuk nézni azt, hogy hogyan reagál erre a popkultúra, majd hozzák az urak, vagy a meghívottaink, illetve, hogy mit mond erről a mesterséges intelligencia, azt is meg fogjuk nézni, bár ott tartottunk attól, hogy lehet, hogy nem mond róla semmit, vagy nem olyat mond, amire tudunk reagálni, de a Gábor az nagyon elkötelezett emellett a gondolat mellett. Én abszolút elkötelezett vagyok, mert egyre többen használják, különösen a fiatalok körében, ők sokkal nyitottabbak rá a mesterséges intelligenciát útmutatásra, és engem is érdekel, hogy mit fog mondani az élet nagy kérdéseire, és talán megpróbáljuk együtt itt kritikusan értékelni, kommentálni a mélységét az ő válaszainak, de Boris, szerintem arra még térjék, hogy honnan tudjuk mi, hogy mit gondolnak a vezérigazgatók a különböző megatrendek kapcsán? A reklám helye. Onnan tudjuk, hogy 13. éve megyünk el minden ősszel a hazai legnagyobb vállalatok vezetőihez interjút készíteni, egy olyan kérdőív mentén beszélgetni velük, amit amúgy globális szinten 27. éve küld ki a PwC a világba számos vállalat vezetőjének, és itt azon szoktunk töprengeni együtt a cégvezetőkkel, hogy mennyire időtálló a stratégiájuk, hogyan látják a jövőt, mire számítanak, mi az, aminek nem annyira örülnek, vagy mitől tartanak. És akkor ebből a kutatásból azért be fogunk csempészni adatokat, mert ezek viszonylag időtállóak, hogy legalábbis évről évre azt látjuk, hogy vannak olyan statisztikák, amelyek nem nagyon tudnak megváltozni, ha csak nem billen ki egy kicsit a föld a sarkából, úgyhogy innen tudjuk. És akkor mehetünk? Én vagyok, kiegészíthetem egy kicsit, mert kezdünk irtózatosan PwC szaglalk lenni. Gyerünk, hozd ki a PwC-ből. Igen, kicsit hadd mozgassam vissza a földre magunkat, hiszen szerintem van egy-két dolog, amiről a mi szervezetünk elgondolkodott, hogy milyen irányba megy a világ, ez az, amiről beszélni fogunk itt ezekről a megatrendekről, és szerintem
és mi is itt azért többen cégvezetők vagyunk, és az látszódik, hogy egy más típusú magatartás lesz mindannyiunktól szükség, vagy szervezetünktől, és arról akarunk itt leginkább szerintem gondolkodni közösen, hogy hogyan fogadnak ezek a megatrendek a mi cégeinkre hatni, hogyan fog a mi döntéshozatalunkra hatni, és hogy tudunk egymásnak egyébként jó ötleteket adni annak érdekében, hogy valahogy felelősségteljesen a változásoknak ne csak valami elszenvedői legyünk, hanem valahogy tudjunk alakítani olyan irányba a világ sorsát, mint hogy mi szeretnénk. Ugye ezek ilyen nagy szavaknak hangzanak, de azért, hogyha vannak a hallgatóink között olyanok, akik céget vezetnek, biztos van valamilyen személyes motivációjuk is, hogy nem csak azért vezetnek céget, hogy annak a cégnek jobb legyen, hanem annak a cégnek a tevékenységén keresztül tudjanak hatni egyébként a munkavállalóikra, tudjanak hatni az egyéb az ügyfeleikre, vevőikre, a döntéshozókra, az intézményvezetőkre, és itt majd lesz olyan rész, amikor arról beszélgetünk, hogy hogyan változott meg az intézményekbe vetett bizalom, hogyan polarizálódtak a vélemények, és azt gondolom, hogy egy ilyen józan, viszonylag függetlenül gondolkodó gazdasági döntéshozatai kör, az arra most nagyon nagy szüksége van a világnak, hogy ezeket az irányokat úgy visszabillentse valami jó helyre, mert ebben próbálunk mi majd, hogy törekszünk arra, ugye, hogy ebben adjunk egy-két gondolatot, vagy jó tanácsot. Akkor ez jön a különböző megatrendekből, adunk egy kis ízelítőt, hogy hogyan érdemes róluk gondolkodni, és az első témát azt... Elmondjuk előtte, hogy mik ezek? Csak, hogy mondjuk el, már csak azért is, mert mesterséges intelligencia szerint 7 van, mi pedig 5-tel fogunk menni. Mi pedig 5-tel fogunk menni. Bori, megosztod először az 5-öt csak így felsorásszerűen, azt mondtam, mindegyikre mondunk egy pár mondatot, rendítsek, hogy mire gondolunk ezek alatt. Tehát indulunk a klímaváltozással, utána a széttöredezett vagy polarizálódó világgal tulajdonképpen, aztán megyünk tovább a demográfiai változásokkal, jól mondom, aztán a technológiai változásokkal, és utána hát a társadalmi instabilitással, mint ami egy kicsit az előző négynek következménye is, és nem csak egy önmagában álló megatrend, de azt már most kiemelem, hogy valójában mindegyikről nehéz önmagában diszkréten beszélni, anélkül, hogy megemlítenénk a többi megatrend rágyakorolt hatását. Tehát nem teljesen függetlenek egymástól. És a tervünk az, hogy most egy pár mondolattal lehozzuk a hétköznapi példák szintjére, hogy mit értünk mi ezek a megatrendek alatt, és majd egy-egy epizódba meghívott vendégekkel több szempontból keresztül a mélyére ássunk ezekre a trendekre. Annyit érdemes elmondani, ennek azért a történet az, hogy a PwC-nek a globális stratégiai csapata hány évvel ezelőtt? Hát elhoztam. Elhoztad, de Közel 10 éve egyébként, inkább mondjuk 7-8 éve, még a Covid alatt. Pont a Covid alatt jelent meg a magyar kiadás, igen, és mindjárt meg is mondom, hogy ez pontosan. Minden esetre a globális stratégiai vezetőnk 2000. Ő 19-ben írta, 2019-ben a csapatával írt egy 10 év múlva itt az Éjfél című, nagyon, hogy mondjam, optimista című könyvet, és ott vezetett be elég sok fogalmat azok közül, amikről itt beszélgetni fogunk, többek között az, hogy milyen megatrendek változtatják a világot. És most ugye azért a PwC rendszeresen ránéz, hogy akkor mit gondoltunk jól, mit gondoltunk rosszul, és az azért látszódik, hogy ez most már több mint 4 éve jelent meg, hogy ugyan túl sok változás azokon a területeken, amikkel mi reméltünk, hogy tanácsoltunk, változások nem történtek, viszont csomó olyan trend, amit előre jeleztünk, sokkal gyorsabban, felgyorsítva jelent meg az életünkben. És olyan, mint hogyha már nem is lenne 10 év igazából onnan számítva, hanem sokkal kevesebb idő van, nagyon sok, mint a klímaváltozásnál sokkal gyorsabb lett a változás, mint számítottunk rá. A mesterséges intelligencia sokkal gyorsabban jelent meg, ugye amikor ez íródott, akkor még nem volt Covid, akkor még nem volt háború Ukrajnában, akkor még nem volt kiújuló közel-keleti konfliktus. Nagyon sok dolog nem változott jó irányba, úgyhogy ezért is azt hiszem gondoltuk azt, hogy minél hamarabb beszélgetünk mi is erről, annál magunk is eszközével, annál jobban tudhatunk hozzájárulni, hogy akkor ezeket talán történik valami. Jó. A klímával kezdünk. Kezdjük a klímával. Igen. Ugye néhány gondolat, hogy nem tudom, nektek feltűnt-e egyébként, hogy mikor változott meg a szóhasználatunk a globális felmelegedésről, a klímaváltozásról. Mert ugye egy 30-40 évvel ezelőtt még mindenki csak globális felmelegedésként emlegette a kérdéskört, most meg klímaváltozásként emlegetjük. De a tudományos konszenzus azért már nagyon régóta megvan témakörben, most megint erre a beszélgetésre készül, meghallgattam egy 85-ös kongresszusi meghallgatását Carl Sagannek a témában, ugye a
egyetlen ismert amerikai asztrofizikusnak, aki pontosan ugyanazt a tudományos elméletet mondta idestóan 40 évvel ezelőtt, mint amit ma is mondanak a kutatók, hogy a különböző fosszilis tüzelőanyagok és az egyéb aeroszol kibocsátása miatt melegítjük a légkörünket, aminek van egy széleskörű hatása, beleértve, hogy a legközvetlenebbeket mondjam, mondjuk az, hogy a tengerszint emelkedik. Itt erre van is különböző statisztikák, hogy ez évi 1-1,5 mm volt mondjuk 80-as évektől a 2010-es évekig, azt követően pedig fölgyorsult ilyen 4 mm per évre, tehát azok a folyamatok azok egyre gyorsulóak, amik látszottak, és volt egy nagyon érdekes gondot a Carl Sagannek szintén a 90-ből, azt mondta, hogy a hidegháború során bemutatta, hogy mennyit költött az Egyesült Államok a honvédelemre. És megföltette azt a kérdést, hogy mekkora volt az esélye annak, hogy itt a Szovjetunió az megtámadja az Egyesült Államokat. 90-ben tartotta a beszédet, tehát mondta, hogy nyilván ez látszik, hogy 100%-nál kisebb volt ennek az esélye, de hogy mennyi volt, azt senki nem tudja pontosan. Kérdés az, hogyha ennek mondjuk 10% lett volna az esélye, elköltöttek-e volna ugyanennyit az amerikaiak a honvédelemre? És azt mondja, hogy valószínűleg igen, mert hogy egy független attól, hogy a 10% az nem egy magas százalék, de a potenciális következménye az annyira súlyos, hogy az felülírja a valószínűségeket. És azt a kérdést boncolgatja, hogy nagyon sokan még mai napig is klímaszkeptikusak, és azt mondják, hogy nincs 100%-os bizonyítékerejű elmélet, vagy gyakorlati megfigyelés a tudomány mögött, hogy kell-e 100%-nak lennie. Vagy elegendő az, hogy van egy jó valószínűség, amit egy elég erős tudományos konszenzus alátámaszt arra, hogy lépéseket kéne megfogalmazni arra, hogy itt társaságok, államok, az emberek a hétköznapjaiban tegyenek ennek a klímakatasztrófának az elkerülésének az érdekébe. És megint az egyik kedvencemet idézem, a Harari és csapata 22-ben csináltak egy elemzést, hogy a globál GDP hány százalékát kéne évente befektetni abba, hogy a klímakatasztrófa az elkerülhető legyen. És mondták, hogy több tudományos cikket elemeztek, de ez a szám ez a 2-5% között van valahol. Csak hogy nagyságrendileg érezzétek, körülbelül 2%-a a világ GDP-nek az, amit élelmiszerként minden évben kidobunk. Azon gondolkodom egyébként, hogy volt egy Al Gore nevű csávó, aki elindult egy, az volt szerintem az utolsó amerikai választás, hogy valaki egy ilyen zöld programmal próbált Amerikában elnök lenni. Nem ő lett, hanem nyert a Bush egy kevésbé zöld programmal, de hogy... Egy mondatot csak ide, a 85-ös kongresszusi meghallgatáson az Al Gore volt az egyike annak, aki fölkérte a Carl Sagant, hogy nyilatkozzon a témában. De hogy ez érdekes, hogy de minden esetre én még nagyjából gyerek voltam, és azóta egy darab amerikai elnök jelölt nem jött zöld programmal. Bár lehet most a Trump az lehet, hogy előhúz majd a... Meglepés kalapból. Valamiért nem kiderül, hogy ezt ő mégiscsak a szívén viseli. A női egyenjogúság mellé fölrakja. Az lesz. Hát, ugye még egy mondatot, aztán fussunk a többi megatrenden, és hát, mert lesz egy műsor, amikor ennek a méret tudunk ásni. Azt mondta a Carl Sagan, hogy azért rókafogta csuka ez az egész klímaváltozás, mert hogy az emberbe az evolúció az olyan értékeket, érzékeket égetett bele, amivel a saját életében viszonylag rövid távon bekövetkező változásokat tud érzékelni, és arra tud lépést létrehozni. És itt mi olyan változásokról beszélünk, ami nem a mi, hanem a következő generációinkat érinti, de csak mi tudunk ráhatni, mert addigra könnyen lehet, hogy késő lesz. Megint csak ezt 40 évvel ezelőtt mondta. Ugye nagyjából arról fogunk közösen gondolkodni, meg meghívni. Ez is egy-két nem PVC-s, meg PVC-s szakértőt, akinek azt gondoljuk, hogy van ehhez értelmes hozzáfűzni valója, hogy hogyan töredezik szét a világ, vagy töredezett szét a világ az utóbbi évtizedekben egyre gyorsuló mértékben, alapvetően országoknak a geopolitikai érdeke mentén, de ezt azért látjuk kisebb közösségekre lebontva. És hogyha országok szintjén arról fogunk kicsit beszélni, hogy milyen típusú országok, hogy vannak nagy, egyre több olyan ország gondolja, hogy ő neki hatással kellene lenni a világra, és megteremteni, vagy átalakítani a saját érdekszférájába tartozó országoknak a közösségét. Ugye vannak olyan országok, ilyet is tapasztalunk, akik úgy próbálnak erre szert tenni, hogy mindenféle problémát okoznak más országoknak, ilyen
disztruktorok, hogy mondjuk ezt szépen. Hát valójában mondjuk így. Ez a disztruktor, ez szerintem oké. Disztruktorok. És hát vannak azok az országok, amik szeretnék ebben megtalálni valahogy a helyüket ebben a világban. Szóval belegondolt, és látszik, hogy ebben a világban egyre nehezebb elboldogulni mindenkinek, szóval, és egyre bonyolultabbul alakulnak ezek a fajta konfliktusok. Majd megnézzük azt, hogy milyen volt mondjuk az, mit okozott a gazdasági szereplőkre az USA-kínai vámháború, vagy egyáltalán azt megnézzük, hogy amikor hogyan kellett a gazdasági szereplőknek reagálni akkor, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, és az, hogy ez az egész helyzet egyébként hogyan eszkalálódik tovább minden szinten, amikor a gazdaság működésünkről gondolkodunk, kellett átalakítani beszállítói láncainkat, kellett újra gondolni azt, hogy hol vannak nyersanyagok elérhetőek. És ugye látszódik, hogy ez ilyen öde-vissza ható dolgokról beszélünk, mert hogyha ma gondoltuk bele egy picit, hogy ugye változik az, hogy mi az, ami értékes, innentől kezdve, ahol mondok egy jó példát, az például, hogy hol van a világban olaj, az addig elég pontosan meg tudta határozni, hogy kinek érdemes együttműködni egymással, kinek nem érdemes, de hogyha készülünk egy olajutani világra, és azt mondjuk, hogy az olaj nem lesz annyira érdekes, mi lesz érdekes, mondjuk a ritka földfémek lesznek valószínűleg érdekesek elég hosszú távon, vagy amit most látunk előre, akkor hirtelen megváltozik az, hogy milyen területeknek kell lennie érdekesek. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy például a nyugati országok ritka földfémmel mennyivel rendelkeznek. Nem semennyivel. Hát gyakorlatilag semennyivel. Hol ki rendelkezik sok ritka földfémmel? Hát megrendelkezik a Kína, egy egész érdekes szereplő, Vietnám. Úgyhogy, és ránézünk, és erről majd fogunk kicsit beszélgetni, hogy hogyan alakultak az utóbbi 15-20 évben a különböző országoknak a befolyásolási korációdik, hogy az Európai Unióban például a franciák nagyon jelentős területeket vesztettek Afrikában, ahova bementek kínai érdekszférává vált, orosz érdekszférává vált. De én azon is gondolkodtam, hogy ez az egész fracturing world, ugye ez látszódik sajnos magyar társadalom szintjén, szóval látszódik, nem csak országok és gazdasági szinten látszódik, hanem abban is látszódik, hogy mi hogy tudunk együtt dolgozni, hogy működünk együtt egymással, mekkora szakadékok vannak Magyarországon. A hétvégén Gyöngyöspatán voltam disznót vágni. Na jó. Egy óra. Ezen a ponton a vegánok kikapcsolnak. Igen, a vegánok most kapcsolnak ki a fracture, ugye, mert nem tudjuk megérteni egymást. És egyébként két barátom volt ott, akik vegánok voltak, úgyhogy nagyon érdekes volt egyébként a disznóvágás vezető Józsi Böllér és a vegánok kapcsolata a napi menünek a kialakítása kapcsán. De azért az egy óra autózásra van Gyöngyöspata, mondjuk a budapesti 2. és 12. kerülettől, és hát látszódik, hogy nagyon más helyről nézünk rá a világra, és innentől kezdve, hogy nem semmi meglepő nincs abban, hogy csomó dolgokban nem bírunk egyetérteni egymással. Talán egy gondolatot én is hadd tegyek hozzá, ugye említetted, Bori, te is, ezek egymásra adnak ezek a megatrendek, de ami megdöbbentő, hogy mennyire akcelerálják is egymást. Tehát az, hogy a nem lövöm meg a többiről a poén, de hogy a klímaváltozáshoz globális kooperációra van szükség, anélkül nem megy. Ez egy fracturing world-be egyre nehezebben elképzelhető, hogy olyan problémákat meg tudjunk oldani, ami nem csak hogy a kis közösségen, de messze túlnyúlik a jelenleg elérhető nemzetállami, vagy akár nemzetközösségi kereteken. Ugye abban van egy önellentmondás, és erről mi is előszeretettel szeretünk beszélni, hogy azért az önkormányzatiság, meg az a kisebb szinten való probléma megoldás, annak van jövője, mert gazdaság a környezeti szempontból kevésbé megterhelő, de teli vagyunk olyan problémákkal, ami nem megy ilyen szinten, szóval nem fogja tudni megoldani. Például a klímát. Vagy a klímát nem fogja tudni megoldani, de egy olyan világban, ahol túl vagyunk egy pár évnyi Covid-on, és egyébként amiatt nem tudott mondjuk gazdaságilag egészségesen működni az autóipar, mert nem működtek a beszállítói láncok, és mondjuk kétszer annyi ideig, míg a Covid tartott, az hirtelen megint nem abba az irányba viszi a gazdasági szereplőket, mert minket se, hogy akkor globálisan együtt tudjuk működni. Vagy egy másik példa, amikor van nekem egy shared service centerem Indiában, és hirtelen mindenki hazamegy és lockdownban van, de otthon nincsen megoldva egyébként az internetes hálózat, és akkor egyszer csak a gazdasági szolgáltatóközponton működéssel áll, akkor itt már megint megijedek, és akkor csomó olyan globális egyébként a politikai miatt széttörezelő struktúra, amit a gazdasági szereplők józan esze összetartana, azok egyszer csak szétesnek,
mert a gazdasági szereplők számára nem biztosított az, hogy akkor ők tudjanak hatékonyan együttműködni. Megoldja az is, hogy ebben egy ilyen világban egyébként akart lenni egy globális szereplő, egyébként a PwC saját működésére is igaz, de mindenki számára szeretnénk mindenütt betartani a helyi szabályozásokat. Belegondoltuk abba, hogy csak a szankciós politika az utóbbi öt évben, ugye indultunk onnan, hogy először csak néznünk kellett az iráni szankciókat, most már ugye sokkal komplexebb térképen kell elboldogulni, hogy akkor kinek, mit finanszírozóknak, gazdasági társaságoknak, kivel, mit, hogy szabad csinálni. Ugye ez nagyon nehézé teszi mindenkinek a globális működését, és akkor innentől kezdve egyre nehezebben tudnak a gazdasági szereplők is ennek a globális együttműködésnek valami motorja lenni. Szóval a fiúk rámosztották a demográfiai változásokat, úgyhogy én erről fogok most beszélni, és ebben nem leszek sokkal viccesebb az előttem szólóknál, mert csak azért sem, mert igazából ugye most 8 milliárdan vagyunk körülbelül a Földön, 2100-ban leszünk 10,5 milliárdan, és ez úgy fog összeállni, hogy most a Földön élőknek ugye 65%-a dolgozókorú, akkor ez lecsökken 60%-ra, és az a szomorú hírem van, hogy mire mi nyugdíjas korúak leszünk, addigra körülbelül Európában 100 aktív korú fog eltartani 80-nad magunkat, tehát nem lesz túlságosan jó az arány. Én benne leszek a 80-ban, ez egy... Beférsz. De neked be kell férned, de nekem is. Szóval, hogy úgy öregszik a Föld lakossága, hogy közben, ahogy ez a Laci mondta, a fémekben való gazdagság is, hogy különböző pólusok vannak, és a medián életkort szoktak nézni átlag helyett, hogy a szélső értékek azok ne takarják el a lényeget. Nigériában 2020-ban 20 év alatti volt a lakosság medián életkora, tehát a középső ember 20 évnél fiatalabb volt, ha beállítottuk volna a nigériai lakosságot életkorosorának. Japánban nyilván majdhogy nem több, mint 50. És ezek a mediánok, ezek minden országban csúsznak fölfelé, csak nem mindegy, hogy honnan indul ez a függvény. És akkor ez még párosodik azzal, hogy egy jóléti, magas iskolázottságot nyújtó államról beszélünk, avagy pont egy olyanról, ahol az iskolázottság és a városiasodás infrastruktúrája még nincs kész. Szóval nyilván ez előkészíti a vándorlásra, a migrációra Afrika lakosságának egy nagy részét, és akkor még a vízhiányról nem is beszéltünk, mert azt majd fogunk. Szóval amit akarok csak mondani, hogy ez a demográfiai változás, ez is nagyon fog hatni, ha nem is a mi életünkben már rossz lesz nyugdíjasnak lenni, az majdnem biztos. Az ellátórendszer sincs felkészülve ennyi öregre, semmelyik országban, de ami például már most bejön, és nagyon érdekes, az ugye ez a generációk együttélése a munkahelyen, hogy minden generációt valahogy definiálnak, miért nehéz velük, amúgy minket is lassan már... Körbe lehet írni, de velünk is nagyon nehéz. Pont ez a baj. Velem nem nehéz, igen. De szóval nem lehet így általánosan. Igen, szóval az a probléma, hogy nagyon-nagyon sok generáció marad bent a munkaerőpiacon pont ezért, ja, mert nem számíthat arra, hogy eltartja őt a társadalom, és ez egy izgi együttélés lesz őszintén szólva. Egy ilyen useless fun fact-et hadd dobjak be. Nekem nagyapám mesélt, amikor kicsi voltam, hogy ők általános iskolába kiszámolták, hogy a Föld akkori lakosság, most meg kell néznem, hogy ez a 30-as évek végén, ez most 1,5-2 milliárd fő volt, akkor azt nézték, hogy zárt tömegben, ami ugye 4 ember per négyzetméter, egy kiszáradt Balaton medrébe elférne a teljes föld lakossága 30-as évek. Ez most már nem most már nem. Nem hívjuk ide őket. Én is hadd mondjam egy useless fun fact-et, hogy sokan vagyunk, de a hangyáknak az ösztömege az továbbra is meghaladja az emberiség ösztömegét. Hú, de jó. Úgyhogy ez megnyugtathat mindenkit, hogy a hangyáknál sem állnak jól a dolgok. Igen. Jó, igen. Akkor én úgy fogok tovább lépni, hogy én is hoztam egy, lehet, hogy nem is useless, de fun fact-et, és így át fogunk lépni a technológiához, ami a Gábor, és az pedig az, hogy gyorsan elmondom, hogy az 50 millió felhasználót, ha technológiai újításokról van szó, az autó az 62 év alatt ért el, a Pokémon Go viszont 19 nap alatt, és ezzel szeretném átadni neked a technológiai változások, mint megatrend felforgató hatását. De van még gyorsabb, amilyen 1-2 napos alatt van meg az 50 az lehet, de maga a mobiltelefon is 12 év volt, mire elérte az 50 millió felhasználót, és egy Pokémon Go, érted? Én remélem, hogy már csomó gimnáziumi ismerősömnek volt telefonja, és én még csak nagyon szerettem volna. Itt vannak a lemaradottak, nekem Pokémon Go nincs. Na jó, szóval technológia. Igen, technológia kapcsán. Ugye
Van egy olyan kifejezés, ez biztos hallottam, ez is egy techno-optimizmus, ugye azt jelenti, hogy majd megoldja a problémánkat egy új, ma még nem ismert technológia. Scooter volt ennek egy. Igen, igen, a scooter is techno-optimizmus, csak a zenei oldalról. Egy klasszikus példája az, hogy nem kell aggódni a túlnépesedés miatt, meg az előregedő társadalom miatt, mert hiába lesz az, hogy 100 ember fog eltartani 80 nyugdíjast, ők sokkal-sokkal fejlettebb technológiával, sokkal hatékonyabban fognak termelni, és ezért az arányaiban sokkal több nyugdíjasnak nem lesz ebből problémája. Vagy nem kell, füstöljük nyugodtan a CO2-t, mert föl fogunk találni valami forradalmi dolgot. Nem tudjuk még pontosan mi az, hogy ez a hidegfúzió lesz, vagy valamilyen varázsütésre kivonjuk a CO2-t a légkörbe, de majd valamit kitalálnak az agytöztjeink, és meg fogják oldani a. De azt tudod, hogy nem kelted most azt a benyomást, hogy ez megalapozott lenne. Az az érdekes, hát ez egy optimist. Ez egy optimist. Nem egy kicsit olyan hiteltelenítette, ahogy beszélt róla. Egyébként ez sok esetben teljesül. Nem tudom, például a Pogácsa Zolinak volt egy podcastja, ahol beszélt arról, hogy a tengervízből édesvíz előállítás technológiai mennyit fejlődött az elmúlt években, és ő mondta, hogy ő alapvetően nem egy techno-optimista ember, de hogy ebben a témában most nem abban, hogy jön majd valami előre nem látott technológia, már lát olyat, amiben látja azt, hogy meg fogja oldani a. Meg az édesvízből tengervíz, az egyébként tök. Az megy. Az működik. Az működik, ilyen úgy hívják, hogy folyó. Beleömlik a tengervízbe, és már meg is ennyi, van. Ennyi, azzal már kész vagyunk. Szóval valóban a technológia az érdekes, mert egyrészt egyre gyorsabban fejlődik, és utalva akár csak most az egyik legújabb megjelenési formájára, mesterséget és intelligenciára, nem tudjuk még pontosan, hogy ennek milyen társadalmi és gazdasági hatásai lesznek. Ugye Harari 10 évvel ezelőtt megírt könyvében, ugye ő 3 nagy kihívást mondott a 21. századra az emberiségnek, ugye a klímaváltozás, amiről már volt szó, a másik a nukleáris háborúnak a fenyegetettsége, és a harmadik pedig a technological disruption, vagy technológiai diszrupció, amiből ő is azt fejtette ki, hogy ha ezek a technológiák, ezek kiváltják az embert, mert eddig ugye miről volt szó? A fizikai képességeinknél voltak olyan gépek, amik jobbak voltak, egy targonca az valószínűleg picivel gyorsabban mozgatja az árukat, mint egy ember, de most megjelenik az, ami a szellemi képességnél is kivált minket, amit ugye jelenleg a legtöbb embert foglalkoztató szolgáltató szektor használ. Akkor kérdés, hogy milyen egyéb terület marad nekünk. Gondoltuk akkor, hogy hát majd a művészet, meg a festészet, költészet, de hát ugye most ebbe a generatív AI által uralt környezetbe ez is egy. Megírta a 10. szimfóniát. Igen, ez is egy olyan terület, jó, ahol. Hát, én csak a Szoboszlai Azariát énekel, vagy valami ilyesmit hallottam. Na, tehát máshol, érdemes különben, mert amúgy ügyes, nagyon ügyes. A szellemi targonca. Én egy Eminem rap számot hallottam tőle, pontosabban az Eminem hangján egy macskáról általa írt rap számot hallottam. Úgyhogy érdekes utakon van. Egy szó mint 100, ez ki fog hatni egyébként nyilván a hétköznapjainkra. Egy érdekes kérdés. A munkánkra például. Abszolút, a hétköznapban a munkát is beleértettem, meg a szabadidőt is. Egyébként érdekességként van egy kollégánk, aki egyetemen tanít, és most kezébe akadt egy szakdolgozat, és erősen vakargatja a fejét, hogy tudnám megnézni, hogy milyen mértékben írt a mesterséges intelligencia, ez, vagy erre, nem. Egy mesterséges intelligencia, igen, van, ami pont megnézi. Erre való, hogy mesterség, azt teszteljett, hogy mennyire mesterséges intelligencia írta. Ezt fogja majd próbálni. Neki az volt gyanús, hogy az értékelés témakörrel foglalkozik, és ő mindenhol a valuation szót használta, a szakdolgozatban mindenhol evaluation van írva, úgyhogy gyanakszik, hogy itt nevet nem mondja. Nem mondok nevet. És akkor van egy ötödik. Igen, az pedig azt, a Laci. Én mondom el. Az összefoglaló. Ami egy kicsit mindennek az eredője az a helyzet, ugye ez az a szociális biztonság hiánya, vagy instabilitása, vagy akárhogy is szeretnénk hívni, hogy igazából a társadalmak azok egyre nehezebben boldogulnak azzal, ami körbeszi őket, és igazából nem hogy nő az életszínvonal, vagy stabilá változik, kiszámítható, hanem csökken, és ugye erre mindegyik eddig meg a trendünk, amiket felsoroltunk, annak van hatása a klímaváltozásnak, rá van hatása a technológiának, rá, amit most beszéltetek, vagy annak, hogy széttöredezik a világ, és annak is, hogy itt a demográfiában nem feltétlenül ott vannak fiatalok, ahol szükségek lenne rájuk, és nem feltétlenül ott vannak az öregek, ahol szükség lenne rájuk, mind a kettőjükre lenne szükség. És van egy másik ilyen mágikus betűszava a PVC-nek, ami angolul működik betűszóként, magyarul még nem próbáltuk összerakni, de majd lehet, hogy a következő adásra kitalálunk egy baromi jó betűszót, ami ezeket a szociális stabilitást leírja, ez pedig az adapt. Ha megfordítod a betűket, akkor mondtad azt, hogy tapad.
Köszönjük. Igen, vagy pacs, hogy patád, és ez ugye a gyöngyös patéjaknak külön, akkor innen üzenünk a stúdióból, hogy és ezek a szociális instabilitást okozó probléma, hogy az adat minek a rövidítés, akkor azért beszéljük végig, mielőtt új betűszavakat találunk. Ez egyik az aszimetria, hogy a világnak az egyik része, és általában az öreg nyugati része, majd bocsánat, hogy ilyen nagyon szélsőségesen fogalmazok, az gazdagodik, a nem annyira nyugat és nem annyira idős része, azok pedig úgy tűnik, hogy nem igazán gazdagodik, látszódik egy magas eltérés abban, hogy mennyit lehet vagyomból keresni, és mennyit lehet, mennyivel nőnek a fizetések. Összehasonlítjuk a globális nagyobb tőzsdeindexek, hogy mennyit hoztak az ott lévő befektetőknek, és egyébként ugyanezen időszak alatt mennyivel nőttek a világon a bérek, akkor azt fogjuk látni, hogy sokkal több pénzt lehet tőke befektetésből keresni, mint munkából. Beszéltünk itt a D betű, az a disruption, és itt elsősorban technológiai disrupcióra gondolunk, hogy hogyan változik meg egyébként az, ahogy a technológiával együtt kell élnünk, annak az összes pozitív részével, ami szerintem egyébként lehet, hogy a mi öregkorunkban tök jó lesz, tudunk majd együtt Facebookon üzengetni egymásnak, vagy kérnek, de addigra már nem lesz. De hát csomó olyan dolog, ami viszont adott esetben negatív hatással lehet ránk. Csináltunk ugye egyszerű tanulmányt, hogy melyik szakmában ez a mennyi idő alatt fogják elvenni a robotok a munkájukat az embereknek. Én emlékszem, amikor a gyerekeknek gondolkodtam, hogy akkor milyen egyetemre menjenek, akkor hirtelen úgy beszűkültek egyébként az opciók. Ugye beszéltünk itt, a második A betű az age, amiről beszéltünk, fiatalok, idősek, elöregedés, polarizáció, a P betű ennek az adab szónak, az, hogy a vélemények hogyan szóródnak szerte szét, és lesznek egyre nagyobb szakadékok itt, ezt is érintettük már. És egy fontos szót, amit én nagyon szeretek, és hát nyilván azért, mert az asszony szütetágunkat vezetem, arról még nem beszéltünk, az pedig a bizalom, hogy és ugye az egymásba vetett bizalom itt elsősorban egyébként a PVC az intézményekbe vetett bizalomról gondolkodik, meg a világ vezetőibe vetett bizalmunkra. Itt ugye ez nem a scooterféle techno-optimizmus, hogy majd megoldja a technológia a problémáinkat, hanem ez szerintem az a fajta óriás pessimizmus, hogy a jelenlegi intézményrendszereink, a globális kooperációja az országoknak, a jelenlegi vezetőink, azok mennyire képesek megoldani a problémákat. És én, amit még ez a PVC-s betűszónt kívül hozzátennék, azt szerintem kicsit az, hogy ezek az emberben van egy erős vágyakozás arra, hogy a problémák ne legyenek, meg hogy valaki oldja meg helyette, meg lehetőleg nekem ne kelljen olyan túl sok mindent tennem azért, hogy egy probléma megoldódjon, és akkor mi következik ebből? Olyan embereket, vagy olyan üzeneteket szeretünk hallgatni, amik ezeket a vágyakat megtestesítik. Föltalál majd valaki egy olyan eszközt, amivel megoldja az összes problémánkat. És miután ilyeneket szeretünk hallani, én egyre inkább azt látom, hogy emiatt sokan rájönnek arra, hogy ilyeneket kell akkor mondani. Ugye, mert ezek sikeres üzenetek, hogyha ilyeneket mondasz, mert sokan ezt populizmusnak hívják, most én nem akarom annak hívni, mert az adapt szóban nem férne bele még egy P betű. De ez ugye tovább visz minket abban az irányban, hogy mennyire alakul ki egy ilyen világban olyan vezetők, olyan politikai vezetések, olyan országvezetések, olyan intézményi rendszer, ami valós problémákat igyekszik kezelni, ami valós problémákon képes dolgozni, vagyis mennyire alakul ki, mennyire lesz kapnak olyan szervezetek, vagy olyan vezetők hatalmat, akik nem feltétlenül valós problémákat szeretnék megfogni, hanem valami fajta hatalomra szeretnének szert tenni, és ez olyan üzeneteket használnak, ami viszonylag könnyen befogadható, optimizmus gerjeszt, És megnyugtató, és közben ugye a problémákkal, ahogy mondtuk, az utóbbi 4-5 évben nem kezdtünk egyébként semmit, mint világ, de visszatérve a szociális instabilitáshoz, ez ugye nem viszi igazából abba, ezek a vezetők nem abba a világba viszik egyébként az ő választóikat, meg azokat az intézményeket, ami valóban stabilitást jelent, hanem sokkal inkább egy olyan irányba, ahol nagy problémák megoldatlanok maradnak, eltakarásra kerülnek, és utána még komolyabb problémákhoz vezetnek. És szerintem mi nem fogunk itt arra törekedni, félre ne értse senki, aki hallgat minket, hogy óriás világszintű problémákat megoldjunk, hanem szeretnénk minél több
információt ezzel kapcsolatban bemutatni, meg kicsit ösztönözni arra magunkat is, meg mindenkit, itt biztos, mert tegeződünk a hallgatókkal, hogy ezért úgy tegyünk, meg tartsuk nyitva a szemünket, meg gondolkodjunk, hogy mit tudunk itt példamutatóan működni, mit tudunk tenni a saját cégünkön keresztül, vagy a saját kollégáinkért, vagy, és akkor meglátjuk, hogy ebből ki lehet-e valami jót hozni. Igen, az egyéni szintre megpróbáljuk levinni ezeket a problémákat annak érdekében, hogy megtaláljuk, hogy mi lehetséges. Abszolút. Olyan gyakorlati megoldásokkal például, hogy nyáron járjunk rövid nadrágba, és ne hűtsük klímával az épületet. Igen. Ez viszonylag hamar megoldotta a Gábor, most pontosan nem is tudom, leginkább a klímás. Hogy tudom ezt kötni? Egy gyakorlati példát akartam igen, csak de igazad hozni már. A megoldásra, de nyilván a... Jó, de ezt mi például csináljuk, és ugye az is akkor... Amikor ugye az ember rájön arra, hogy bizonyos dolgokat mennyire marhasság csinálni, ugye mi így lett a Bermuda Date, ezt itt találtuk ki, hogy tök meleg van kint, egyáltalán nem élvezett, hogy öltön nyakkendőbe jársz be a PVC-hez, hogy föl legyél öltözve egymásnak szépen, mert azt gondolod magadra, hogy esetleg ettől tűnsz olyan embernek, aki rendkívül sok bizalmat gerjeszt, nem attól, amit mondasz. Lehet, hogy rákezem, hogy rövid kocsába jövünk, és kipróbáljuk, hogy mennyire jól működik a podcast, és akkor ez, és senki nem akar jönni benne, közben ugye a nők azok öltözhetnek úgy, hogy ez ne legyen a meleg különösen kellemetlen, utána ők viszont fáznak az irodában, és akkor eljöttünk arra, hogy hát akkor mi lenne, nem öltöznénk fel egymásnak ilyen nagyon hát nyáron. Szépen nyáron. Télen meg? Igen. Télen meg jó meleg ruhában jönni, és akkor nem kell rövid nadrágba jönni. Na, hát akkor most, hogy nem sokára jön a tavasz, akkor én most megpróbálom lezárni a mai beszélgetést. Vagy még akartál valamit mondani? Nem. Jó, mindenkinek nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Jönni fogunk a különböző megatrendekkel egyenként foglalkozó epizódokkal, és megtalálnak bennünket különböző social media csatornákon. A Laci valamit akar mondani? Nem, még azt szerintem arról tök kevesebb. Én arról még ad mondjuk pár szót, hogy a csomó érdekes vendégünk lesz házon kívülről, házon belülről, hogy nem csak minket fognak itt hallgatni. Igen, nem csak bennünket fognak hallgatni, hanem igazi szakértőket is hozunk, akik az adott témába így jól bele tudnak piszkálni, és ennek a különböző szintjeit meg tudják vizsgálni. És még visszaadom azt. Meg bármennyire nehéz témákról beszélünk, szerintem mindannyian olyan emberek vagyunk, akik szeretik jól érezni magunkat. Úgyhogy szerintem sokkal többet fogunk viccelni. Bármilyen is a téma, megpróbálunk vele viccelni. Az jó ízlés határain belül. Köszönjük szépen a figyelmüket, és mindenkinek további szép napot kívánunk. Sziasztok! Hello! Mi továbbra is rávilágítunk a legfontosabb üzleti kérdésekre. Ne maradjon le! Kövessen minket!